Egy újabb, nagyon könnyű és egyszerű recept, mondhatnám azt, hogy folytatjuk a leveles tésztáknak a felhasználásának a sokaságát. Például ma készítek leveles tésztából egy kolbászos csigát, ami szintén akár reggelire, akár vacsorára teljes mértékben jó lesz. Hozzávalók kolbász, hogyha lehet, akkor ilyen kicsit puhább, tehát ne pont a nagyon legszárazabb kolbászt próbáljuk meg kiválasztani, de természetesen az is tökéletes. Ehhez teszünk 2-3 evőkanál tejfölt, hát ez szerintem pont mehet is bele, és reszelek bele sajtot. Ez bármilyen sajt lehet. Ezt természetesen, hogyha valakinek szalonna van otthon, akkor szalonnásan el lehet készíteni. Lehet még felturbózni úgy, hogy teszünk bele mondjuk hagymát, és azzal is összepürésítjük egy kicsit. Vagy ha sonka van, akkor azt is így megcsinálhatjuk, teljesen mindegy. Ugye az a lényeg, hogy a kész leveles tésztát azt hűtőben tartjuk, vagy akár betehetjük a fagyasztóba is, és előző nap kivesszük, betesszük a hűtőbe, és szépen ki fogjuk majd engedni. Na hát, Sasper kb. Szerintem ez így jó. És akkor én ebbe a gyors vágóba tettem bele, de hogyha valakinek nincs, akkor ugyanúgy szép lehet pürésíteni, mondjuk villával is, vagy bármivel, csak ez most így sokkal egyszerűbb lesz. És ezt az egészet jól-jól összepürésítjük. Néha érdemes belekavarni, mert mondjuk, hogyha nincs benne annyi anyag, akkor hogy jobban el tudjon keveredni benne. Én most ebben nem teszek sót, borsot, fűszereket, mert megbízom a kolbászban. Na jó, ez körülbelül így. Itt rögtön csinálok egy kis helyet. És hát jön a lustaság, félegészség, jön a leveles tészta. Ezt is sokan kérték, hogy legyen még ilyen leveles tésztás, ami kész leveles tésztából készült, hogy mikre lehet felhasználni, mert hát sokan bevásároltak belőle, bár sokan nem tudják, hogy mire használható, úgyhogy ez mindenféleképpen hasznos. Na, én ezt megfordítanám, ugyanis csigát készítünk, tehát ezt majd így fogom felhajtani, és csak azért, hogy minél több legyen belőle. Tehát elővesszük a tölteléket, kiveszem a vágó részét, kicsit még elkeverem, és rákenjük ezt a jó kis kolbászos tölteléket az egészre. Mindjárt van is egy olyan spatulám, amivel én ezt szépen el tudom kenni. Csak nem tudom, hogy hova tettem, de megvan. Szóval elkenjük. Kicsit le kell fognom minden oldalról. Jól elkenjük, és akkor a végén pedig majd feltekerjük. Lehet még rá, hopp, itt van egy jó kis kolbászdarab. Lehet még rá például, amikor majd felszeleteljük, lehet rátenni egy kis sajtot még, hogyha valaki szeretné turbózni, vagy szezámmagot például, vagy lenmagot is, tehát ilyen magosra is meg lehet, el lehet készíteni. Na, ezzel így megvagyunk, és akkor most jön a feltekerése. Ezt itt leszedjük róla, így. És akár papírral is lehet, lehet, hogy azzal úgy egyszerűbb lesz, egy kicsit így behajtjuk, és akkor így csak egy laza mozdulatokkal
feltekerjük, az a lényeg, hogy mindig a záró része legyen lefelé hídni. Veszünk egy kés, és én mondjuk itt most ezt középen fogom így megvágni. Teljesen olyan, mintha egy sajt tekercs lenne, és akkor ilyen újnyi darabokra felvágjuk. Nem kell megijedni, ki fogja magát rúgni majd a tészta. És ezeket így lefektetjük, akár erre a sütőpapírra is. És ahogy említettem, tehát tehetünk még rá reszelt sajtot például, egy picikét így a tetejére, de lehet rá akár egy kis szezámmag is, vagy egy kis lenmag. No, hát így járunk el az összes többivel, felszeleteljük, betesszük a sütőpapír, vagy rátesszük a sütőpapírra, a sütőt 200-220 fokra melegítjük fel, alsó-felső sütés, és már is mehet be, és körülbelül egy 10 perc alatt elkészül. Jó étvágyat kívánok!